nem is számoltam pontosan, vagy 5 vagy 6 képviselő kérdezte önt arról, hogy hogyan szavazott annak idején 2014-15-ben a pécsi hollandiai buszpark megvásárlásáról, mert hogy ön volt a pénzügyi ellenőrzés és gazdasági bizottságnak az elnöke abban az időben, és ön nem válaszolt konkrétan ezekre a kérdésekre, viszont egy csomó mindent elmondott. Miért így felelt, és mi volt a legfontosabb, amit mondani akart a válaszaiban? Hát azért tisztázzuk, hogy ez nem volt más, mint egy bohózat. Aki végigülte a mai napot, az látja, hogy mire használták fel a baloldali városvezetés részéről a mai közgyűlést, ahol érdemben tudtunk volna, vagy tudnánk tárgyalni fontos ügyekről, a pécsieket valóban érdeklő ügyekről, ahelyett itt mindenféle performance-ra került sor. Nyilván ennek a része az is, hogy 6 városvezető, koalíció, tag, képviselő gyakorlatilag ugyanazt a kérdést feltette nekem, azzal a célra, hogy lejárasson, besározzon, és valamilyen módon megpróbáljon engem bele forgatni bármilyen ügyben, most éppen ez a Volvo ügy, de ugye korábban ezt csinálták velem kapcsolatban más témában is, tehát nyilván az a cél, hogy a fő ellenfelet, én vagyok most a polgármester jelölt a másik oldalon, valamilyen módon megpróbálják lejáratni és besározni. Én igyekeztem némi humort belevíve, de hát a komolytalan kérdésekre azért mégiscsak komoly válaszokat adni, és szembesíteni például a városvezető koalíció tagjait, hogy nekik 5 éven keresztül velem semmi bajuk nem volt. Itt ücsörögtek szépen csöndben 5 éven keresztül, és asszisztáltak ahhoz a különböző korrupciós bűncselekményekhez, amelyekben ugye most már 6 ilyen ügy van, amelyben nyomozás folyik a jelenlegi városvezetéssel szemben, illetve a városháza környékével szemben, Telekmultitól, Lakásmultinál, jogtalan inkasszó, kistérségi falvakkal szemben, stb. Tehát valahogy azokat a kérdéseket sosem hallottam tőlük, hogy itt a közülési teremben megkérdezték volna a városvezetés bármely tagját, hogy hát mégis hogy fordulhatott elő, hogy ilyen helyzetbe került a város, hogy ezektől a korrupciós gyanús bűncselekményektől hangos. Ezekre visszatérnénk a következő kérdésbe, de előbb egy másikat. Ha én jól figyeltem, akkor gyakorlatilag ugyanazt a kérdést tették föl, semmi más nem kérdeztek, mint azt, hogy ön hogyan szavazott a buszokról. Rosszul emlékszem erre? Hát, tulajdonképpen ez volt, de nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy szavaztam, én ezt nem rejtegetem, tehát el is mondta nekem, nincsen takargatni valóm. Nyilvánvalóan annak idején többek között én is megszavaztam azt az eljárást, amelynek az eredményeként beszerezte a város azokat a buszokat, amelyek azóta is róják a város útjait. Ugye miért volt erre szükség? Emlékeztetünk arra, hogy az előző, akkori ugye szocialista városvezetés idején hogyan lopták el, szervezték ki a buszokat, hogyan okoztak milliárdos kárt, és hogyan került egy NAV inkasszó és végrehajtás ezekre a gépjárművekre, és gyakorlatilag a NAV az zár alá vette a régi buszparkot, és félő volt, hogy néhány hónapon belül egész egyszerűen nem lehet kiengedni a régi buszparkot. Habár aztán ugye ezeket a buszokat végül nem árverezték el, hanem jóval később, most egy pár éve, talán 2 évvel ezelőtt a jelenlegi vezetés alatt kinevezett vezérigazgató vásárolta meg. Tehát végül is volt egy ilyen félelem, de nem volt valós, vagy pedig valami más történt, nem tudom. Igen. Tehát hogy befejezhetem, tehát igen, azzal kezdtem, hogy volt egy ilyen valós félelem, egy jogi helyzet, amiben előfordulhatott volna, nagyon alaposan gyanítható lett volna, hogy előáll az a helyzet hónapokon belül, hogy egész egyszerűen Pécsnek nem lesznek autóbuszai, amiket ki tud állítani. És mivel a Volán az állami cég sem volt abban a helyzetben, hogy pótolhassa ezeket a buszokat, egész egyszerűen megszűnt volna a pécsi tömegközlekedés. Ugye a városvezetés felelősen akkor abban gondolkodott, hogy valamilyen módon, de helyettesíteni kell ezt a foglalt buszflottát, hogy elkerülje a város azt a helyzetet, hogy egész egyszerűen leáll a tömegközlekedése. Ugye innen eredeztethető az, hogy hogyan került Pécsre ez a bizonyos Volvo buszflotta. Igen, egyébként ezt a legkevesebb kritika érte, hogy törekedtek arra, hogy legyen egy új buszpark, hogyha bármi történne a korábbival, mert hát ugye azok eleve régebbi buszok voltak akkor, de önnek azt is megértem, hogy azt mondja, hogy ön megszavazott egy beszerzési eljárást, amely szabályos volt, és kiírást, majd utána, amikor ezt lefolytatták, akkor a rendelkezésre álló keretösszegbe belefértek ezek a buszok, amúgy ezek a buszok megfeleltek, és nyilván itt is lehet, hogy volt egy külön döntés, de hogy utána később, amikor hír érkezett arról, hogy itt több száz millió forint kerülhetett vissza, vagy jogtalanul, ugye munkanélkül, vagy akár ilyen nagyon magas sikerdíjként, akkor nem gondolta át azt
vagy nem gondolta újra azt, hogy, hogy itt valami vagy valami nagyon nagy hiba történt, vagy tényleg valami komoly korrupciós történetről van szó? Ugye felmerült a gyanú, és meg is tette a cég a feljelentést, ugye még az előző városvezetés idején tette meg egyébként. Nagyon helyesen lefolytatták a nyomozást, ugye aminek az eredményekért most a bírósági eljárás zajlik. Ugye volt elsőfokú ítélet, most másodfokon akkor gyakorlatilag új eljárás, rövidített új eljárás lefolytatására kötelezte az ítélőtábla a törvényszéket. Én is nagyon várom, hogy vége legyen ennek az ügynek, és még inkább azt, hogy megnyugtató módon érjen véget, hiszen én azt gondolom, minden pécsinek az az érdeke, hogy tisztállásunk ebben az ügyben, különösen pedig már csak azért is, mert ugye itt feltehetően kár érhette a pécsieket. Ugye ebben is még folyik a vizsgálat, az egész ügye innen pattant ki, hogy érte-e kár a pécsieket, ha igen, akkor milyen mértékű. Én azt gondolom, mindannyiunknak az a közös érdeke, hogy a lehető leghamarabb, most már tényleg a lehető leghamarabb pont kerüljenek az ügy végére, és legyen egy végrehajtható jogerős ítélet, amelyben azok a felelősök, hogyha vannak ilyenek, azokkal szemmel kiszabják azt a büntetést, amely ezért a cselekményet jár. Amennyiben elítélő ítélet születik, ugye nincs kizáró, hogy felmentés születik, ezt nem tudom eldönteni. Folyamatban lévő büntető ügyeket, vagy bármilyen ügyeket amúgy sem szoktam kommentálni. Jogász kollégák munkáját ilyen maximálisan tiszteletben tartom, úgyhogy én is kíváncsian várom, érdeklődve várom azt, hogy mi lesz ennek az ügynek az első fejlemény. Beszélt a válaszaiban arról, hogy egy lejárató kampány indult ön ellen, hogy most éppen ön azért a került a célkeresztbe, mert ön a Fidesz-KDNP és az ÖPE pécsi polgármester jelöltje. Mennyire kényelmes ez a helyzet, vagy mennyire kényelmetlen, és gondolok itt arra, hogy a Fidesz-szel szemben hosszú ideje kritika az, hogy lejárató kampányok indít, gyűlöletkampányoknak minősíthető plakátkampányok vannak. Ahogy ön mondta, hogy éppen most azért került a célkeresztbe, mert ön egy olyan szereplő. Ha úgy nézzük, akkor ugye, aki korábban a Márki-Zay Péter volt, a Gyurcsány embere volt, meg háborúpárti volt, most éppen a Magyar Péter került be ebbe a csapatba. Tehát hasonló dolgot kritizál ön, mint amivel kapcsolatban kritika éri a Fideszt. Ez mennyire kényelmetlen, és nem gondolja azt, hogy lehet, hogy országosan át kellene gondolni az elfajta politikai kommunikációt. Engedje meg, hogy akkor a helyi ügyekről beszéljek, mert engem kevésbé érdekel a nagy politika, sokkal inkább a helyi. Nem véletlenül, hogy a helyi választáson indultam már 10 évvel ezelőtt is, ugye akkor lettem képviselő, és ugye most kaptam azt a megtisztelő felkérést, hogy polgármester jelöltként vállaljam azt a feladatot, hogy amennyire a pécsiek nekünk szavaznak bizalmat, ugye egy változást tudjunk elhozni a városban. Kiemelkedjünk végre abból az apátiából, amiben ebben a város most már szenved, és nem csak erre a ciklusra gondolok, hanem már ez egy több évtizedes helyzet, ugye tudjuk azokat a geopolitikai és egyéb feltételeket, vagy feltételek hiányát, amik oda vezettek, hogy Pécs olyan rendszerváltás vesztese lett. Meggyőződésem, hogy ezen tudunk változtatni, de ahhoz egyébként stílust is kell váltani. Ezért mondom, hogy üres gyűlölködés sehova nem vezet, mint ahogy az a súmisor sem, amelyet most a baloldal előadott itt például a mai közgyűlésen is. Én azt gondolom, hogy a munkában sokkal nagyobb szerepet kell adni a szakpolitikának. Úgy is mondhatnám, hogy kevesebb nagy politika, több szakpolitika, előrelátás és valóban egy olyan szakmai alapú megvalósítandó gazdaságfejlesztési programot szeretnék én polgármesterként végigvinni a következő ciklusban, amelynek az eredményeként 5 év múlva legalábbis elmondhatjuk azt, hogy megállítjuk az elvándorlást, ami az egyik legnagyobb problémája ennek a városnak, ebből fakad minden. Ahhoz viszont, hogy ezt megállítsuk, az olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk önkormányzatként is a helyieknek, a pécsieknek, és olyan munkahelyeket, jobban fizető munkahelyek létesítését kell elősegítenünk, amely így együttesen azt az érzetet fogja kelteni minden pécsiben, hogy ne akarjanak máshol boldogulni, ne akarjanak más városokból, vagy esetleg országon kívül elhelyezkedni, hanem kötődjenek továbbra is oda, ahova ők születtek, vagy ahova érkeztek egyetemistaként, vagy akár felnőtt fejjel. Itt alapítson a családot, és gyakorlatilag egy hosszú távon biztosítsák azt az utánpótlást, ami ahhoz kell, hogy Pécs az ne egy előregedő város legyen, hanem egy fenntartható családok városa. Említette, hogy showműsor volt a mai közgyűlésen, ugye itt a délelőtti időszakban a 4. napi rendi pont szavazása kapcsán pulpitusra lépett Péterfi Attila,
ez volt az a napirendi pont, amiben arról döntöttek, hogy visszafizetik az utolsó részet az abból a megörökölt 8,5 milliárd forintos működési támogatásból, amit kamatmentes kölcsönként kapott a város 17-18-ban, és ezt vissza kellett fizetni, és több év alatt ugye sikerült visszafizetni. Akár ebben, hiszen ön az előző időszakban a közgyűlés tagja, meg bizottsági elnöke volt, amikor ez a működési hiány keletkezett, illetve akár az itt sorjázó kérdések a Volvo kapcsán, nem érez akkor személyes felelősséget, hogy ön bármelyikből részt vállalt, és ezek problémát okoztak hosszabb vagy rövidebb távon a városnak? Abban érzem a felelősségemet, hogy részt tudtam venni abban a munkában, abban a városépítő munkában, ami az előző ciklusban indult el. Részben külső segítsége, ugye ez volt ez a bizonyos kamatmentes visszatérítendő állami támogatás, ami ahhoz kellett, hogy egy nagyon rossz szerkezetű, eladósodott önkormányzatot és önkormányzati cégrendszert, azt, ahogy tetszik, gatyába tudjunk rázni, áramvonalasítsunk ki, és a modern kihívásainak megfelelő módon méretgazdaságosan tudjuk üzemeltetni. Ugye ez a munka az, ami elindult 2015-16 után, és ennek az eredményeként ugye úgy adta át a végül is az előző városvezetés az újnak a városháza kulcsát, hogy több mint 4 milliárd forint többlet volt a városkasszában, és ezt megerősítette már immáron az új városvezetés is abban az árszámadási rendeletben, amit 2020-ban fogadott el, tehát a 2019-es állapotok, azok már egy felfelé ívelő gyarapodó pályát mutattak. Ez az a munka, amire szüksége van ennek a városnak, hogy egy tudatos, átgondolt gazdaságfejlesztéssel előrébb tudjunk lépni, és fel tudjunk zárkozni azokhoz a sikeres vállalkozókhoz, sikeres városokhoz, ahol ugye az elmúlt időszakban is meg tudtak jelenni többek között azok a nagy beruházók, amelyek mágnesként tudták vonzani a kicsiket, és a helyi gazdálkodóknak, vállalkozásoknak is új piacokat tudtak nyitni. Számukra is megadatott ezáltal ezekben a városokban a gyarapodás lehetősége. Ez az a feladat, amire én büszke szeretnék lenni, hogyha a pécsiek bizalmat szavaznak nekünk, akkor ezt a feladatot szeretnék elvégezni, és én ebben kívánom a felelősségemet majd, hogy is mondjam, értelmezni. Még egy kérdés, ugyancsak az elmúlt percekben, vagy fél órában a közgyűlési teremben történtekről kérdezem, vagy az egyik válaszáról, hogy talán többen is hivatkozott arra, hogy több mint 10 000 pécsi válaszolt az önök kis helyi konzultációjára. Egyrészt az a kérdés első fele az, hogy ez hogyan zajlott, tehát hogy minden pécsi háztartásba küldtek ki egy kérdőívet, és akkor ebből több mint 10 000 érkezett vissza, vagy pedig valamilyen címlista alapján, hiszen jól tudjuk, hogy Pécset debütált úgymond a Kubatov lista a gyakorlatban, hogy valami ilyen jellegű már meglévő adatbázis alapján mentek, tehát hogyan születtek ezek a válaszok, és hát nyilván az is érdekel egy rövid összefoglalása, hogy miről szóltak, miről beszéltek önnek a pécsiek. Hát el kell, hogy oszlassam ezeket a feltételezéseket. Valóban kiküldtük a konzultációs évet minden pécsi háztartásba, ezen kívül a város több tucat pontján számos kitelepülést végeztünk, ahova jöhettek a pécsiek, illetve volt ennek egy online verziója is, tehát neten is ki lehetett tölteni, és valóban igyekeztünk felkeresni minden pécsi háztartást azzal kapcsolatban, hogy megkapták-e a konzultációt, kitöltötték, illetve ha igen, akkor ott is személyesen át tudtuk tőlük venni. És ebből lett több mint 10 000 válasz? Ebből lett összesen igen, tehát így adódott össze ez. Lehet-e egyáltalán összefoglalni, vagy nagyon szertágazó? Hát, ha nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor a pécsiek változást akarnak, és a pécsiek elégedetlenek. Legalábbis azok, az a több mint 10 000 ember, aki kitöltözte ezt a konzultációs hívet, ugye ebben, ha valaki nem tudná, hogy a 10 fontosnak tartott témában kérdeztük meg a pécsieket, tömegközlekedés helyzete, utazási kedvezmények, gyermekeknek, fiatalkorúaknak, gazdaságfejlesztési kérdések, üvegzsebrendelet, hogy átláthatóbb gazdálkodást tudjunk teremteni az önkormányzat működésében, nagyon fontosnak tartom, mert az is, azt gondolom, ha valamilyen van felelőssége most egy városházi képviselőnek és politikusnak, akkor az, hogy újraépítse a közbizalmat a városlakók és az önkormányzat között. Ez pedig csak úgy lehet, hogy a pécsiek ez a pontosan tisztában lesznek azzal, hogy mire költi az önkormányzat a befizetéseiket. Ugye én harcolok itt most már egy ideje 100 milliós tételekről, hogy adják ki, hogy mi történt és hova költötték el ezeket a pénzeket. Ugye a pénzügyi ellenőrzési bizottság elnökeként sem kapom meg a jelenlegi városvezetéstől. Ez egy nagyon súlyos működési hiba,
Én azt gondolom, hogy ezért is ez fontos rész, de megkérdeztük olyan fejlesztési elképzelésekről is a pécsieket, mint például egy városi nagy strand vagy egy modern uszoda, mert hogy ugye ezzel is kampányolt eleget a baloldal. Én azt gondolom, hogy most már nem beszélni kéne róla, hanem meg is kéne csinálni. Ezeket mind gyakorlatilag 80-90% körüli támogatottsággal a pécsiek elfogadták, és a pécsiek kérték, hogy teljesítsük. És egyébként volt egy olyan kérdés is, hogy mi a véleményünk a jelenlegi városvezetésről. Itt pedig nagyon elszomorító, még én őszintén megdöbbentem azon, hogy a válaszadók 0,7%-a mondta csak azt, hogy a jelenlegi városvezetés az becsületes. Ez azt mondom, egy óriási felelősség és teher a mindenkori helyi politikusokon, hogy na ezen az attitűdön és a pécsieknek, hogy is mondjam, ezen a véleményen változtatni tudjon, mert hogyha ez a közbizalom nem lesz meg a helyi politikum és a városlakók között, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz abban, hogy elreállítsuk a renoméját a helyi politikai közösségnek, és hogy valóban együtt egy közösségként előre mozdítsuk a város szekeret.